Na, más az, amikor mondjuk úgy, hogy laboratóriumi körülmények között dolgozunk, és más az, amikor az életben csinálunk valamit. A különbség egyébként csak annyi, hogy más a megjelenése annak, amivel, ahogy foglalkozunk valamivel. Az életben mindig úgy kell foglalkozni, hogy az integrálódjon a buta társadalmi szokásokba. Tehát ne nézzenek ki minket, amennyire ez megoldható. Ez nem azt jelenti, hogy frusztrálnunk kell nagyon magunkat, amit meg kell csinálni, aztán nem érdekes. De mindig mérlegelni kell azt, hogy viselkedünk, és megéri-e furcsán viselkedni az eredményért, vagy van-e olyan út, ami egy teljesen természetes módon megoldja a problémáinkat. Itt van egy ember, akinek fáj a feje. Egy embernek van egy energetikai rendszere, ahogy ezt már fölrajzoltuk, meg ezt már lerágott csont. Oké, hogy vannak energetikai központok. Én azt mondom, hogy ezeket annyira nem kell tudni, mert az ember vagy érzi, amit csinál, vagy tök mindegy, mit csinál. Tehát attól, hogy tudja, hogy hol van, és ott bíbelődik, attól még nem fog történni semmi. Persze lehet csinálni valamit, próbálkozni kell, gyakorolni kell, és akkor előbb-utóbb lesz valami. A feje rengeteg mindentől fájhat. Tehát lehet olyan fizikai hatás érhette. Mit csináltál, szaunáztál? Szaunázott. Jó, de másnak meg a szaunázás még pont jó, tehát tök mindegy. De lehet a szaunázástól is. Lehet, hogy kevés vizet ivott. Tök mindegy, valami kiváltott valamit, ami fölborította az ő rendszerét. És ez a rendszer, ahogy felborult, onnantól kezdve visszahat a testre, a testben különböző blokkokat csinál, az elhúzza a csigolyákat, aztán előbb-utóbb fáj mindene. Tehát biztos, hogy mindent figyelembe kell venni ahhoz, hogy meg lehessen oldani valamit. Nagyon fontos, hogy bármit, amit csinálunk, azt nem azért csináljuk, mert biztos, hogy ez hatni fog, és biztos, hogy megoldja, hanem növeljük az esélyét annak, hogy rendbe jöjjön az, ami probléma. Akármit csinálsz, be kell melegíteni. Ezt majd mind le kell fordítani a szexuális energetikának a javítására, meg stb. Tehát amit beszéltünk, hogy csak azért, mert valaki ivott két sört, hazamegy, berúgja az ajtót, attól még nem biztos, hogy kemény lesz a fasza. Tehát arra föl kell készülni, az egy állapot. És annak az állapotnak vannak követelményei. És attól, hogy még kemény, attól még nem biztos, hogy odaengedik a vájúhoz. Tehát mint hogy itt van egy probléma, és mindegy, hogy most micsoda, be kell melegíteni azokat a részeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy elmozduljanak a jelenlegi állapotból. Tehát a lényeg nem az, hogy masszírozom, hanem a lényeg az, hogy van egy állapot, és ebből a állapotból teljesen mindegy, hogy melyik irányba, de ki kell billenteni. Ugyanez igaz arra is, aki meg akarja oldani a problémát, mert őnek is van egy állapota, és őt is ki kell billenteni, tehát őnek is egy bemelegítés. Akkor már a bemelegítés legyen olyan, ami hasznos mind a két fél számára. Akarom ezzel azt sugallni, hogyha te valakinek a szexuális problémáján, vagy energetikai rendszerén, vagy bármin dolgozol, akkor ne az ő problémáján dolgozz, hanem az a te problémád is. Így vagy úgy. Tehát ti egy rendszer lesztek. Oké, bemelegedett a háta, ez azért kell, hogy bemelegedjen az én kezem. Először mechanikailag hozzányúlunk a dolgokhoz, megnézzük azt, hogy mi hogy működik, hol lehet, és milyen probléma. Megfigyelem egy embernél, hogy viselkedik. Ezt majd fogjuk itt csinálni. Ez ugyanaz, mintha most a hátát átsimogatom. Hogy nagyon sok információ jön, mert nem tudatos információk, mert fingom sincs az anatómiáról, hanem
hanem olyan információk, hogy nagyjából kezdem azt érezni, ami ő. Persze egy-egy olyan dolgot ismerhet az ember, mert megfigyelhet, hogy mi az, amit csináljon, mivel megy, mivel lesz könnyebb az eredmény. Itt húzd fölfelé. Tehát a fejedet húzd fölfelé. Úgy, úgy. És nyom hátra a kezemet. Még erősebben, és folyamatosan. Azaz, nyomad, és fölfelé is húzzad, hátra is. Jó, lassan vissza, elengedheted. Ugyanez itt fölfelé, és előre a homlokoddal nyomd el a kezemet. Oké, lefelé billensd, de ez fölfelé, és közben lefelé billensd le a fejedet. Én meg ellentartok. Még jobban, mint hogyha le akarsz nézni, azaz, de fölfelé a fejcsúcsodat. Úgy, 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 úgy. Elengedheted. Kezemet nyomjad el, mint hogyha oldalra akarod, de itt fölfelé, és úgy nyomod, nyomod, nyomod. Oké, másik irány. Ez laza, csak a fejedet. Ja, elengedheted. Ja. Oké. Na, ez csak az alap. Ja. Mi, elmúlt? Nem. Azért. De sokkal enyhébben. Jó. A lényeg nem ebben van. A lényeg abban, hogy itt van zavar. Ettől van a fájdalom. Az, hogy ez megjelenik az idegrendszerben, és a fájdalom idegek is visszajelzik ezt az egészet, az egész nem számít. Hanem az számít, hogy itt van blokk, tehát érezhető az áramlásnál, hogy itt van blokk, és itt is van blokk. Ez is érezhető. Ezt vagy érzed, vagy nem. Ha nem érzed, akkor csinálj mindent. Tehát ez olyan, hogyha tudod, hogy hova kell menni, hogy hol a bolt, akkor csak elmész a boltig. Ha nem tudod, hogy hol a bolt, akkor menj el a picsába, előbb-utóbb csak találsz egy boltot. Tehát nagyjából ez a stratégia. Oké? Tehát nem kell nagy tudomány hozzá, csak akkor maximum többet dolgozol. Ha szerencséd van, kevesebbet. A központok itt vannak, és itt fogunk majd itt a következő gyakorlatoknál különböző impulzusokat generálni. Az egyik, mint ahogy az előbb is csináltam, generáltam egy impulzust a fejnél, hogy itt vérbőség legyen. Az azt jelenti, hogy ha vérbőség van, akkor aktív lesz a külső ingerekre. Miközben dolgoztam a fejével, közben bemelegítettem a kezemet. Ha nincs ez, és nem ezt csinálom, akkor nekem külön be kell melegíteni a kezemet, és furcsa dolgokat kell csinálni, amit most megmutatok csak azért, hogy milyen furcsa dolgokat csináltam volna, ha nem csináltam volna, nem furcsa dolgokat. Akkor ilyeneket csinálok egészen azért, csak azért, mert hogy bemelegítem a kezemet, hogy elinduljon egy energia áramlás. Mert hogy nem a kezemnek, nem a bőr felülete lesz a lényeg, hogy én megérintem az ő fejét, hanem az lesz a lényeg, hogy van egy úgynevezett aurám, tehát egy sugárzásom, ami a testemből kiindulva sűrű, majd egyre nem annyira sűrű, és ez jellegzetes rám, tehát az én bennem lévő anyagoknak az összsugárzási képe lesz. Ez teljesen jellegzetes. Ennek az intenzitása, meg hogy milyen területeken erősítem ezt, szintén jellemző lesz a környezetre, hogy hogyan fogok hatni. És ahogy kezd bemelegedni, kezd ilyen szederjes lenni a kezem, ilyen piros-fehér foltok jelennek meg, ez akkor van, hogyha egy kicsit lógatod, és ilyenkor létrejön egy ilyen mágneses hatás, olyan, mint a mágnes. Tehát van egy ellenpólus-pólus hatás a két kéznél, ez érzékelhető, van egy ilyen tér a két kezem között.
Attól függetlenül, hogy én az ő fejét mondjuk simogatom, nem az a lényeg, hogy a fejét simogatom, hanem az a lényeg, hogy a kezemben, a kezem körüli tér, az át tud hatolni a fejen. Az nem olyan, tehát a kezemet nem tudom benyomni, de a hatása az messze belül van. Tehát én messzebbről is tudom stimulálni a belső területeket. Ezeket érezheti főleg inkább a felületen, meg olyanokat fog érezni, amikor elindul a vérkeringés, tehát valami olyan biofizikai reakciót fog adni, ahol érinti az érző idegeket az, ami ott történik. Az összes többit nem érezheti, mert nincs rá ideg, ami visszajelez nekünk, de ettől függetlenül a belső folyamatok azok működnek. Hogy mit csinálsz, az tök mindegy. Az a lényeg, hogy harmonikusan csináld, és az a lényeg, hogy az egyik kezeddel, ha csinálsz valamit, érezd a másik kezeddel, és legyen akció és reakció. Ez nagy fontos lesz, ott lesz egy operátor, ami én leszek, és itt lesznek bent az expertek. Ott lesz egy akció, itt kell legyen reakció. Tehát ugyanezt a modellt fogjuk követni. Csak teljesen másképp fog kinézni. Az egésznek a lényege az, hogy aktivizálok ott valamit. Tehát simogathatnám is, de ha simogatom, akkor a testre összpontosul a figyelme. Ahogy elhagyom a testet, és nem csak a testet simogatom, úgy a figyelme elkezd összpontosulni a belső folyamatokra. Most a feje szerint nem számít, de egyébként a téma szerint, tehát a szexuális energia szerint számít, az, hogy hol van és milyen elakadás. Itt egyértelműen van egyébként. Itt egy túros bukta, úgy néz ki. Kettő. Másnak nem jutott. Amikor megvan az energetikai rendszer, már érzed azt, ami ott történik. Ezek nem 100%-os érzések, tehát, hanem csak úgy nagyjából megvan. Akkor jöhet a fantázia. Miközben aktív vagy, és figyeled, hogy mi történik itt, és energetizálod ezt a területet, nagyon fontos, hogy mindent, amit csinálsz, bármi, amivel kapcsolatot teremtesz, a kapcsolat fenntartásáig a kapcsolatban lévő elemek tárolják az energiát. Tehát szükség van a változáshoz energia, ezért csinálunk valamit, amitől energetizálódik. Ha most csak egy masszást csinálnék, az is jó, csak nem tudnám elmozdítani azokat a területeket, aminek nincs köze közvetlen az idegrendszerhez. Ezért fontos, hogy a testen kívül, de mégis a testen belültől. Tehát a testen kívül aktivizálok, a testen belül aktivizálódik valami. A modellezés arról szól, a fantázia, hogy elképzelek valamit, amit nem árulok el neki, mert ha elárulom, akkor ő tudatosan leblokkolja, annak ellenére, hogy nem akarja. Tehát elképzelek valamit, ami történik. Csukd be a szemed.
Majd a végén elmondom, mit gondoltam. Szépen lassan nyisd ki a szemed. Milyen? Jó. Elmúlt, nincs semmi. Oké, szívesen. Oké. A szexuális blokkokat meg a problémákat ugyanígy kell kezelni, csak nem ezt fogjuk csinálni, mert nagyon hülyén néz ki. Hogy? Nem működik. Nem néz ki hülyén? Jó? Próbáljuk. Jó. Oké. Hú, rengeteget. Hát először az, hogy ami bent van, az ne legyen. Tehát legyen üres, mert csak az energetikával foglalkozom, és minden, amire szüksége van a szervezetnek, az úgyis ott van. Tehát minden, ami nem kell oda, az menjen ki. Tehát bajt ezzel nem tudsz csinálni. Nem, nincs olyan hatásod. Tehát ez az egyik. Amit érzékelek, az az, hogy ahogy csinálom, érzem, hogy akadozik a kezem, és addig csinálom, amíg ezek nincsenek meg. Két variáció van. Az egyik, hogy elképzelem ezt az egészet, és nem is létezik. Pö, és akkor mi van? Akkor is ezt a folyamatot végigcsinálom, és az eredmény úgyis az, hogy elmúlik a fejfájás. A minimum csökken, de elmúlik a fejfájás. Akkor nem múlik el, hogyha valamilyen más dolog van, és valami még generálja folyamatosan ezt az egész dolgot. De hogyha csak annyi, hogy volt valami, aminek volt egy oka, amitől fájjon, aztán az úgy beragadt, tehát mint egy ilyen blokk úgy marad, akkor viszont ettől el tud múlni. A másik az, hogy itt fönt beragadt a sok energia. És ezt az energiát kellett kiszabadítani, hogy szétoszlódjon a test többi területén. És ahogy ez szétoszlódik, és itt már nincs ez az akadály, akkor nagy a valószínűség annak, hogy ez a túl sok energia, ez így elme, és ahogy ezt csináltam, ott kontrolláltam azt, hogy ő csukott szemmel nem látja, hogy mit csinálok, a mozgásra, hogy milyen olyan mozgásai vannak, amiket ő nem kontrollálhat, mert nem tudatos mozgások. Ezek ilyen mikrokis mozgások, pont hátra billen, pont ide, amikor úgy mozgatom a kezemet. Tehát ezeket nem tudom, hogy messziről látszódott, vagy nem, de ezeket figyelem. És ezek a visszajelzések számomra az, hogy harmóniában vagyok, tehát amit csinálok, valóban ott megtörténik. A fantázia az fantázia. Tehát azt nem így kell elképzelni, hogy ez így működik, hanem én csak elképzelem, hogy ez így működik. És ez egy modell, tehát a hasonlóságon alapszik majd, és a testben is megtörténik majd. Most is jó még, ugye? Jó még? Jó. Oké. Okay.